Jegyzetelnek az eszperantista tanárok a konferencia egyik előadásán. A Nyíregyházán működő eszperantista egyesület egy évvel ezelőtt Horvátországgal versenyben pályázott arra, hogy a 49. eszperantó tanárok nemzetközi konferenciáját megrendezzék a városban. Július 30-ától augusztus 6-áig várják programok a 19. század második felétől létező mesterséges nyelv ismerőit a Nyíregyházi Egyetemen. A rendezvényre 28 országból 130 fő eszperantista tanár érkezett. Főként azért, hogy minél többen kapcsolódjanak be a nyelv megismerésébe, megtanulásába, használatába, mert tényleg rengetegen használják a nyelvet, de használnak még többen is. Viszont kevés a tanár, és ezért választják, akik amatőr szinten tanultak, hogy egy kicsit képzik magukat, hogy tudjanak másokat megtanítani, hogy használják a nyelvet. A konferenciára több országból érkeztek olyan tanárok, akik tanártársaiknak tartanak továbbképzést. Azért fontos, mert eddig a legtöbben amatőr módon tanították az eszperantót, akik közül egyre többen tanulnak azért, hogy professzionális szinten oktathassák a nyelvet. A tanárok mellett teljesen kezdők is elsajátíthatják az eszperantó alapjait a külföldi oktatók segítségével. Aki pedig már jól beszéli a nyelvet, társalkodó körben vehet részt. A tanárok a különböző előadások mellett az új eszközök a nyelvtanításban címmel hallgathatnak megismertetőket. Hivatalos eszperantó nyelvtanárként azt látom, hogy egyre inkább terjed interneten keresztül is a tanítás, emiatt döntöttem úgy, hogy személyesen is részt veszek egy ilyen találkozón. A résztvevők nem csak tanulnak az egyhetes rendezvény alatt, hanem pihennek is. Megismerkedtek a helyi kulturális csoportokkal, sportolhatnak és lehetőségük lesz megtekinteni a város és a megye nevezetességeit is.